Ezt nézzétek, de durva. Ez a dög akkora, mint a tenyerem. Följ. Sikerült megint ezt a fejet eltörni 3 darabba. Én ezeket a mobil tartó fejeket eszem. Arra gondoltam, hogy szeretnék picit nektek beszélni az edzés motivációról. Általában a lelkesedés diktálja az iramot. Tehát az a lényeg, hogy ha valami új impulzus ér minket, akkor sokkal nagyobb lendülettel kezdünk bele valami olyan dologba, amiben eddig nem. Ez lehet akár sport, lehet új hobbi, új munka, vagy bármi ilyesmi. Most maradjunk a sportnál. A január 1-e, egy fitness nap meglátogatása, egy hétfő kellően inspirálnak minket arra, hogy belekezdjünk valamivel. Általában ezek a hirtelen jött elhatározások nem is tartanak sokáig. Mert tudjuk, hogy ami hirtelen jött, az hirtelen is megy. Tehát, hogyha erre alapozunk, akkor rossz úton járunk. Legtöbbször azon a probléma háttérében, hogy nagyon hamar megunjuk az adott cselekvést. Megunhatjuk magát a mozgást, de megunhatjuk azt is, ahogyan előkészülődünk mondjuk egy diétára. Szia! Pápa! Elég hamar átalakul rutinná. Hétfőtől elkezdünk futni, az csak is rajtunk múlik, hogy mikor kezdjük és meddig fog tartani. Ilyenkor mondjuk megoldás lehet az, hogyha kiválasztunk egy olyan applikációt, ami meg lehet határozni a célt. De vihetünk magunkkal a partnert is. Ha van egy olyan társunk, egy olyan barátnőnk, aki hasonlóan nehezen veszi rá magát a mozgásra, akkor fogjuk meg őt és vigyük magunkkal. Ketten ugyanazt a célt tűztük ki, akkor egymást tudjuk hajtani. Tuti rám fog esni megint. Fejben meghatároztuk a célt, írjuk le, és tűzzünk hozzá egy határidőt, egy időpontot. Mert ha ezt nem tesszük, akkor komolytalanná válik az egész. Ez egy pici magunk ahhoz, hogy számon kérjük magunkat, és következetesen tudjunk ragaszkodni a jövőbeni terveinkhez. Na, menjünk tovább. A legnehezebb dolog mindig is a következetesség. Azt kell fogadnunk, hogy ha nem elég erőteljes a célunk, akkor előbb-utóbb úgyis meg fogjuk unni. Ha nem tudunk folyamatosan változni, folyamatosan megújulni, akkor azt javaslom, hogy egy olyan sportot válasszunk, amiben van mindig kihívás. Tehát találtok benne mindig olyan izgalmas dolgokat, amitől egy picit mindig megújul. Ahogy elkezdtek futni, akkor tűzzetek ki egy versenyt, amire felkészültök. Hogyha saját testsúlyos edzésekkel tarkítjátok a hétköznapokat, akkor legyen benne egy-egy jóga elem, legyen olyan nap, amikor csak kardioztok, legyen olyan nap, amikor plusz eszközöket vontok be, ezek mind feldobják az edzéseket, és nem lesz egyhangú, nem lesz unalmas. Ugye meg úgy érzitek, hogy semmi kedvetek a mozgáshoz, csináljatok valami olyan dolgot, amit eddig sose. Menjetek el túrázni, vagy látogassatok el egy ilyen fitness napra, vagy menjetek el úszni. Tehát mindenképp olyan dolgot csináljatok, ami kirángat abból az állapotból, amiben eddig voltatok. Általában mindig akkor adunk fel valamit, hogyha magunk alatt vagyunk. Tartsátok mindig szem előtt a célt, tegyetek érte minden nap, és higgyétek el, egy idő után már rutin lesz. Mára pedig kitaláltam egy szuper külső comb gyakorlatot. Ennél az edzésnél nyugodtan használhattok lábsúlyt, azzal még dobtok rá egy puszt. Nincs más hátra, mint előre, nyomjuk!
annyira csodás idő van, ki kell használni ezeket a napokat. Még ilyen jó idő van, menjünk ki és ott mozogunk bármit. Töltődjünk, éren a napfény. És a mozgás mellett, ami még nagyon-nagyon fontos, ez a pihenés. Hagynunk kell magunknak időt pihenésre. Nincs más hátra, mint előre. Nyomjátok a gyakorlatokat szívvel, lélekkel. Igyekszem én is mindig megújulni. Egyrészt, hogy fenntartsam az érdeklődéseiteket. Másrészt, hogy magamnak is célokat tűzzek ki. Lehet, hogy meg fogtok lepődni, hogy milyen dolgokkal állok elő. Én sem nagyon gondoltam bele, de vicces lesz, ezt tuti. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, megnézni az előző videókat, és csodás délutánt kívánok nektek. Sziasztok! Olyan megcsinálom a hajamat, mielőtt jövök, és mire elkezdek videózni, annyit babrálom, hogy vállalhatatlan. Nem gáz. Na, megyek most már tényleg? Holi!